Az állatvédők minden évben elmondják az intelmeket az állandó hidegbeállta előtt, ennek ellenére újra és újra találkoznak a problémákkal. A téli időszak legalább olyan nehéz és megterhelő egy állat számára, mint a nyári kánikula. Nagyon sok probléma van azzal, hogy a tulajdonosok még mindig azt gondolják, hogy ha betesznek egy párnát vagy egy puha plédet ugye a kutyaházba, akkor az majd megvédi a kutyát, tehát nem fogja. Javasoljuk ugye a szalmát, szénát, leginkább a szalmát, hiszen a nedves tappancsa, hogyha bemennek a kutyaházba, akkor ez felszívja a nedvességet. Viszont sokan arra panaszkodnak, hogy ez szemetelt, tehát kihúzgálja a kutya, akár a rongyot is, egyébként szalmát is. Úgyhogy szoktuk javasolni, hogy egy kis küszöböt fel lehet szerelni a kutyaház aljára, és ez ugye megakadályozza a kutyát abból, hogy kiszedje. Nagyon fontos a folyamatos vízcsere is, hiszen ez is állandó probléma, a víz befagy, már akár -1, -2 fokban is, és ezért mindig arra biztatjuk a tulajdonosokat, hogyha kinti a kutya, akkor mielőtt elmennek otthonról a munkába, azelőtt mindenképpen cseréljék ki. Langyos víz, lehetőleg olyan talajon, tehát ne a fagyos földön, és ne esetleg egy nagyon hideg csempén legyen. Alá lehet rakni egy törölközőt, kevésbé fagy meg a víz, illetve amikor hazamennek, akkor azonnal csere természetesen. Bár ilyenkor kisebb az állatok folyadék igénye, mégis fontos erre figyelni, ahogy a megfelelő táplálékra is. Ez lehetőleg meleg és a szokásosnál zsírosabb étel legyen. Így könnyebben tudnak védekezni a hideg ellen. Rövid szőrű és kistestű kutyákat érdemes a hidegebb napokon beengedni legalább a garázsba. A lakásban tartott kedvenceink egy-egy séta alkalmával a hirtelen hőmérséklet változás miatt hamar meghűlhetnek, tüdőgyulladást kaphatnak. A kistestűekre ezért érdemes meleg, vízhatlan kabátot adni, amely a hasukat, mellkasukat is melegen tartja. Az állandósuló mínuszfokokat a kóborkutyáknak is át kell valahogy vészelni, ráadásul a válság miatt drasztikusan megnőtt a számuk. Ne menjünk el mellettük, etessük, itassuk meg, ha van rá lehetőségünk. Macskáknak egyébként szoktak például és sima egyszerű kartondoboz befedve egy szemetes zsákkal, például ez is egy nagyon jó ötlet, kiszalmázva vagy beszalmázva, és ugye ez is védi őket. Kutyáknál ez egy kicsit nehezebb történet, de kutyáknál is hasonlóképpen tudunk kis menedékeket csinálni, és hogyha ilyet látunk esetleg egy lakóövezetben, vagy például egy kertváros részben, vagy bárhol, akkor és mondjuk nem vagyunk kutyások, vagy macskások, akkor arra biztatunk mindenkit, hogy próbálják meg ezt egy kicsit úgy átértékelni, hogy ez nem szemét, hanem adott esetben életet menthet. Sőt, egy ideiglenes befogadás is életet menthet. A szervezetek ugyanis teltházzal működnek, országos szinten kezelhetetlen mennyiségű kóborkutyát és macskát kellene ellátniuk. Ezért arra kérik az állatbarátokat, hogyha gazdátlan négylábút látnak az utcán, ne a menhelyekre és gyepmesteri telepekre próbálják bejuttatni, hanem igyekezzenek ideiglenes befogadót keresni a számukra.